Na, szevasztok! Ez itt a következő része a kuruzsló videónak. Na, szóval már ma lándzsás útifűrőről lesz szó. Hát a lándzsás nevet ez valószínűleg a virágjáról kapta, hogy nagyon jól lehet látni. Hogy úgy néz ki a virágja, mint egy lándzsa. Hogy megnézzétek egészbe. Hát a levele is lehet, mert a levele is elég szépen látszik, hogy ilyen lándzsa alakú. Nem nagyon látom magamat, mit csinálok. Tanár úr, kérem. Na. Ide hoztam, csak egyszerűbb lesz így bemutatni. A lándzsás útifüvecskét. Szóval ebből, ami használható, az a levele. A virágja is augusztustól lehet szedni a magját. Szóval, hogy szedett ki a magját, azt én még nem tudom. De szerintem, mikor elvirágzott, akkor ki lehet szedni, de ez még nem virágzott el, most kezd el virágzani. Csináltam magamnak egy ilyen kis kukkolót, azért is van rajtam a szemeg, hogy ne itt megegjek. Na ja, az én fejem az nem izé. Mondtam már egy pár szó, biztos, hogy nem egy enciklopédia, amiben minden benne van. De nem áll. Na, hullik a dió. Itt az ősz. Na. Meg azért is leírtam, hogy legyen egy ilyen. Szóval minden növénynek meglegyen a saját kis reménye. Hogy hol terem, hol lehet összeszedni, miért lehet összeszedni, és ezt is leírtam. Szóval ezt nem kellett volna leírni, de leírtam csak azért, hogy majd a következőnél tudjam, hogy mondom a mondókámat. Na szóval, a levelét szoktuk használni ennek, kiszárítva tejának. Ha így fogod, összezúzod, így, és mondjuk, hogy megcsípett valami, akkor ezt a zúzmányt oda, ahol megcsípett, ott így bekened vele, és elmulasztja. Össze is rákad, ha akarod. Használni úgy is lehet. Szóval, a levelét, már lehet mondtam, a virágzásig szedjük. A magját pedig augusztustól, hát októberig, amíg le nem virágzott, szóval ameddig van, addig lehet szedni a magját. Ezt mindenhol meg lehet találni, szóval az egész világon van, és utak mellett, legelők, mindenhol van. Van még egy olyan fajtája ennek az útifűnek, ami egy kicsit nagyobb. És hát azt nagyobbnak is hívják, azt hiszem, hogy az is a neve, hogy nagyobb, vagy óriás útifű, vagy nagy útifű, valami ilyesmi a neve. És ez tök mindegy, ugyanazok a hatóanyagok vannak benne, gyógyászatban használják mindet. Ugyanúgy a kicsit is, mint a nagyot is. Most még itt az elején, hát nem is az elején, majd a végére ráteszem eztet, mert valaki szólt nekem. Igen, arra én is gondoltam már. Szóval mire jó ez, vagy mik vannak benne a hatóanyagja, az C-vitamin, kálium és cink. Ezek a fő hatóanyagjai. Szóval érdekes, hogy a C-vitamin majdnem mindenben megtalálható, ami jó. Nem tudom miért. Azt hiszik a C-vitamin csak a citromban, pedig nem a citromban van a legtöbb, meg a paprikában. De nem, majdnem mindenhol megtalálható a C-vitamin. Érdekes. Szóval gyulladás csökkentő a levele, főleg torokra, te hogy nem bírom kimondani, szóval torokra. Ez azért is jó, mert kisgyerekeknek is lehet adni nyugodtan, ami sok növénynél nem lehet. És nem is növénynél, hanem van sok ilyen köptető, amit kisgyereknél nem használhatsz, mert mit tudom én, alkohol van benne, vagy valami. Ezt tudom, hogy a lándzsás útifűvet megszárítod,
és forró vízzel leöntött, hát azt hiszem bögre, egy ilyen 2-3 deci, kinek mekkora a bögréje, fogsz egy bögrét, beleteszel egy 2 kiskanálnyi szárított utifüvet, mert mikor ez megszárad, összetöröd, így is csomagoláshoz, és ezt leöntöd, hó, felforralt vízben, ne forró vizet öntsél rá, ne olyat, ami fő, mert avval elrontod a minden növénynél, így mondja, hogy főt, vizet ráteszel, elrontod, ami benne van. Legyen forró, de ne forjon. És akkor ezt használod a torokra, ezt mikor meg vagy fázva, vagy tele van ilyen akármivel a légutaid, használhatod. Nagyon jó. Még van olyan, hogy lehet használni külsőre is. De ott úgy csinálod, hogy hideg vízbe rakod, egy óra hosszát jó áztatod hideg vízben, néha megkevered, aztán kinyomkodod, és amit megkaptál, azt a vízbe, ami benne marad, azt tudod használni. Például kisebb égésekre lehet használni, vagy ilyen sebekre, amik begyulladtak, nagyon jók rá. Szóval külsőleg sebekre, amit én tudok. Amit tudok még, hogy inni, szóval belsőleg terhes nők és szoptató anyák nem ajánlott, nem kéne, hogy ezt használják. Itt hozzá is teszem, hogy minden, amit itt láttok nekem a videóban, hogy teját csinálsz belőle, vagy minden, mit csinálsz belőle, ez mind magán. Szóval ti döntitek el, hogy akarjátok, vagy nem akarjátok. Ne úgy utána azt mondjátok, hogy nálad láttam, azt tök beteg lettem. Nem, ezt mindenki magának dönti el, hogy akarja ezt használni, vagy nem akarja használni. Szóval ne az én nyakamba sírjatok, hogy ez nem jött be, vagy nem sikerült. Ez mind saját magatok, hogy ezt használjátok, vagy nem használjátok. Én használom, és nekem használ is. Na, szóval ismeritek a reklámokban, amikor reklámozzák a gyógyszereket, kérdezze meg kezelőorvosát. Hát az ilyeneknél ne kérdezz meg a kezelőorvosodat, mert a kezelőorvosod általában azt mondja, nem jó, Isten ments! Na, szóval, akkor ezt itt ki is tárgyaltuk, a utifüvet. Ezt most nem fogom elrakni, mert ezt csak így kitéptem. Szóval ez nem, nekem nem gyűjtés. Mikor gyűjtem, akkor ott hagyom a növényt, és csak ezt szedem ki, de más nem. Na szóval, hát hogyha tudom én, akkor ennyivel lezárjuk ezt a videót. Ja, lezárjuk. Ja nem, még akartam mondani azt, persze. Azt már mindig is mondtam, mikor legpárt főzek, meg mindig akkor is mondtam, hogy ezeket a növényeket, ha nálatok otthon nincs, akkor menjetek el az úttól jó messzire, és ott szedjétek a határba. De ne olyan helyen, ahol mit tudom én, a szúnyogok ellen permeteznek, vagy akármiféle dolgot permeteznek repülőről, vagy így, vagy úgy. Menjetek ki, mint tudom, köröst mondok most, mert én a körösparton nőttem fel. Menjetek ki valami gátoldalra, vagy mezőre, vagy bárhová. És ott megtaláljátok földutak mellé. Hát mondom, földutak mellett inkább úgy, hogy olyan erdősebb részekre, ahol tényleg nincs permetezés. Mert hogyha most permetezett ilyen utifüvet szedsz, vagy bármit, és azt te tejának megcsinálod, valószínűleg, hogy többet fog rontani, mint segíteni. Na. Szóval. Ja, és igen, és van még egy valami. Amit akarok még hozzátenni,
Vannak ezek a természetes gyógymódok. A teják nem tartoznak hozzájuk, de van más formája is az ilyen. Mondjuk, nem tudom, a teje is hozzá tartozik? Lehet, hogy a teje is. Mindenesetre úgy szokták mondani, hogy az ilyen természetes gyógymódoknál és a természetes gyógyszereknél is, hogy 6 hétig szedheted, ihatod, eheted, és utána jó, hogyha csinálsz megint legalább egy 6 hetes leállást róla. Hogy most ez minden tejára vonatkozik, vagy nem tudom, de a legtöbb természetes gyógymódnál igen. De teja nem biztos, az nem mondom biztosra. De ha a gyökeret eszed meg valamiben, meg ilyesmi, szóval mikor, ja, akkor igen, akkor valószínűsége, hogy 6 hét után le kell állni. De hát ez már, aki ezt a videót nézi, az már tudja biztos, hogy a 6 hetes közöket le kell állítani utána. Na jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Hát most, mivel a kertben nem sok minden történik, hát máma leszettem babot. Hát majd fog történni, persze, mert ha egy kicsit is jobban lennék, akkor csinálnék, de mivel még nem vagyok teljesen biztos a dolgaimban, így ezért most fogok ilyen videókat csinálni, mert ez csak egyszerűbb megmutatni a növényt, meg ilyesmi. Meg most még a legtöbbet lehet szedni, és akit érdekel, az még szedhet is magának belőle gyorsan valamit télire. Még az utifüvet is lehet szedni. Főleg nálunk ott kint lehetne szedni, mert ott le volt kaszálva, úgyhogy nem tudott elvirágzani. Na jó van, köszönöm, hogy itt voltatok. Utifű legyen veletek. Ciao.